A Gyáli Bóbit a bölcsödében tavasszal fejeződött be a 150 millió forint értékű férőhelybővítés és a szolgáltatás fejlesztés. Az azóta eltelt időszakról, a nyári programokról, így a gyermeknapról, de az őszi beszoktatásról is nyilatkozott az intézmény vezetője. Legutoljára, amikor itt voltunk a Bóbita bölcsődébe, akkor éppen a gyermeknapra készültek, most pedig már be tudunk számolni erről, hogy hogyan sikerült. Nagyon jól sikerült, nagyon nagy létszámban jelentek meg a szülők, családok, vidám délelőttöt töltöttünk együtt, egy zenés mulatság zárta az egész rendezvénysort, és nagyon várják a következőt, olyan jól érezték magukat. És most már itt vagyunk az ősz kellős közepén, majd hogy nem már téli időszak is van, bár most nagyon szépen süt a nap, zajlik a beszoktatás. A beszoktatások ismét elkezdődtek, hiszen ez év januárjában már történt egy az új bölcsöde bővítésével, ezért azok a gyerekek már vidáman játszanak, és ők már birtokba vették teljes mértékben a bölcsödét, illetve most a kicsik szeptemberben elindultak, hát ők még azért sírdogálnak, de reméljük, hogy minél hamarabb ők is megszokják a körülményeket, és nagyon jól fogják érezni nálunk magukat. És hát egy bölcsödére akkor mondják, hogy eredményes, hogyha szinte teljesen kihasználva működik, és önök is, ha jól tudom, már közelítik a fullos létszámot. A bővítés ellenére teljes létszámmal üzemelünk, 95 fő gyermek van felvéve jelen pillanatban a bölcsödénkben, és folyamatosan vezetjük a várakozó listát is, hiszen vannak, akik még szeretnének dolgozni, menni anyukák, és szeretnék igénybe venni a bölcsödét, de ez csak üresedés esetén lesz lehetséges. Akkor mondhatjuk, hogy népszerű döntés volt ez annak idején, ennek a bölcsödének a létrehozatala, megépítése, illetve hát azóta is mondhatjuk, hogy ennyi apróságot látva, hogy ez az igazi siker. Elmondhatjuk gyáron nagyon büszként, hogy itt a gyermek létszám az egyre nő, és a bölcsödé kihasználtság is teljes mértékben megvalósult úgy, ahogy a fenntartó erre számított. Ehhez kapcsolódóan adódik a kérdés, hogy a gondozónők létszáma megfelelő-e, illetve amennyit az intézményvezető fel tud venni, az rendelkezésre áll-e. Kisgyermeknevelőink teljes létszámban jelen vannak, gyakorlatilag egy fő kerül majd felvételre még, de ez a jövő évben fog megvalósulni. Szakképzett kisgyermeknevelők dolgoznak intézményünkben, és hát teljes szívvel lélekkel végzik feladatokat. November van, mondhatjuk, hogy már közelednek lassan a decemberi ünnepek, jönni fog a télapó, jönni fog a karácsony. Hogyan készül a bölcsőde ezekre az ünnepekre? Hát a gyermekeink miatt természetesen a Mikulás az első olyan ünnepünk, ami teljes mértékben az övék, úgyhogy erre nagyon fogunk készülni, a télapó is megérkezik majd, legnagyobb örömükre remélhetőleg, illetve bábszínházi előadást szoktunk ilyenkor helybe rendezni a gyermekeknek, ami így növeli az ünnepnek a hangulatát, ezt a szülőkkel szoktuk együtt ünnepelni. Azután decemberben lesz olyan nyitó délután, amit a kisgyermeknevelők tartanak a szülők részére, ahol készülhetnek az ünnepekre. Ilyenkor mézes kalács figurákat együtt díszítenek, meg is kóstolják sok esetben, illetve kis kézműves foglalkozások alkalmával készítenek a karácsonyfára díszeket, és ez egy nagyon vidám és nagyon aktív délután szokott itt lenni a gyermekek és a szülők örömére. Williams Televízió.